Csácsúvi csölt, ezt a csokolár, és szavaztok gyerekek, ürv a csatornán. Keeper apátok megérkezett és hozott nektek modokat. Nem húzom az időt, annyit elmondok a videó elején, hogy minden nap nagyon figyelem, hogy mikor érkezik érdekes modifikáció ehhez a játékhoz, de hát aztán elég még annyira nem. Egy-két mod érkezett, de nem úgy ére számottevők, de hoztam ma nektek kettő darab retro járművet. Az egyik nem lesz más, mint egy MTZ, a másik pedig egy Rábos Tiger 250-es. Na jó, van, hülyéskedtem, de azért igen, eszik a legelső. Hát úgy mondjuk, hogy izgalmas járművek, mert néhány mod érkezett, de annyira engem az annyira nem villanyozott fel, de folyamatosan fogjuk tösztölni őket, ahogy jönnek ki. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen mod tesztős sorozat az mindenképpen lesz. Mapok, amikor jönnek ki, modok, amikor jönnek ki, akkor járművek, bármilyen eszközök, akkor azokat folyamatosan töszölgetni fogja a Keeper, főleg abban a tematikában, amiben eddig így mozogtunk, tudjátok, retrogépek, TS, meg minden, de egyébként az újabbokat is fogjuk töszölgetni. Na figyeljetek, gyerekek, az a szituáció, hogy hoztam nektek egy Urzust, meg egy Krisztált. Ennyi van. Ennyi van igazából mód, úgyhogy ennek is tudjunk örülni, de szerintem a napokban biztos, hogy fognak kikerülni, akár már ma. Amikor ezt a videót nézed, lehet, hogy már van Farming Simulator 25-ös érdekes modifikáció. Hát, oké. Itt van az összes verzió. A kristál annyiban változhat, hogy arra tudsz homlokrakodót rakni, semmi másban nem változik. Ő annyiban változhat, hogy konkrétan vagy kabinnal, vagy kabin nélkül kéred. Hát én most lekértem ide. Értelmesen, majd mindjárt kérünk egy másikat is, egy kabin nélkülit is, de egyébként ugye ő egy Urzus, ő pedig egy Zetol Kristál. Hát én nagyon félek tőle, hogy ezek sőt, biztos, hogy áthozott modok más farming szimulátorokból, de viszont ennek köszönhetően jó kopott a textúrája ennek a Zetol Kristálnak, úgyhogy megnézzük, hogy teszteljük ezeket a modokat, és folyamatosan csinálunk ilyen modtest videókat, oké, gyerekek? Megpróbáljuk szakértői szemmel vizsgálni a dolgokat, egy kicsit fölhangosítom, mert ezelőtt írtátok, hogy nem valami hangos volt a játék, úgyhogy ezután figyel rá a Keeper ezerre, jó? Ja, egyébként, hát igen, ez a probléma, amikor ilyen modokat hoznak át egy másik farming szimulátorból, hogy a textúra az, hát az nem annyira szép, inkább mondhatni csúnya, bár annak köszönhetően, hogy csúnya, autentikus. Mármint ilyen jó rozsdás, koszos, mocskos, pudva, de leginkább talán lengyel rendszám, gyerekek, lengyel mapon kellett volna kitalálni. Hát itt meg mi történt, hallod? Az annak a textúrája az egy kicsit el van kerődve, vagy furcsa jelek vannak rajta. Amúgy megmondom őszintén, hát nyilván nem egy olyan szintű grafikával rendelkezik, mint egy Farming Simulator 25-ös jármű, gyári, de arra kíváncsi vagyok, hogy milyen fizikával rendelkezik. Azt azért lehet, hogy meg kellene nézni. Mondjuk egy szántást kellene vele csinálni, nem gyerekek? Mit szólnátok hozzá, hogyha valami olyasmit csinálnánk, hogy valamit kézi eszközök, fűző, füves, kombány, izé, vetés, talajművelés, egy ekét, egy kicsi ekét, mi a legkisebbek? Lehet, hogy még azt a legkisebb ekét sem fogja eldurrantani, gyerekek. Ennyi, 85 lóerő köl neki, hát akkor már csak elviszi, vagy valamit meg. Vagy pedig akkor egy kultivátorral kellene megpróbálni, egy talajlazítót beledurrantunk a földbe vele. Ő neki mennyi lóvecska kell? 110? Jaj! Jó, ne haragudjál meg. 200 lóerőt itt ne is akarjunk. Hát őt megpróbáljuk, jó van? Veszünk hozzá egy ilyet, várjatok, lehet, hogy odébb állok egy kicsit. Aztán... Hangja nem rossz! Álljál meg! Fölnyomom maxra hangját, hogy meg tudjátok hallgatni. Ahogy szállok be, egyébként le van animálva, hogy az ajtó kinyillik. Vagyis legalábbis előtt, mint a lelet volna animálva, úgy vettem észre, de lehet, hogy nem. Aha. Az indítási mechanizmus az egy kicsit sokáig tart. Hát ez olyan, mintha betonkeverőben a sódert pörgetnéd. Belső nézet? Hát igen, ez a tipikus régebbi farming szimulátor, ez még lehet, hogy még a 15-ből való kristál. Azért van benne akadat, hallod-e? Na várjátok, kérjük rá le egy talajlazító, egy nehéz boronát esetleg. Vagy pedig egy mély szántáshoz egy cuci-mucét. Na jó, egy ilyet lekérünk, azt megpróbáljuk vele, jó?
Írjátok meg, hogy akartok-e ilyen módteszteket, hogy folyamatosan mutasson be, és akkor az lesz, hogy mindig a módoknak a linkje lenne lesz a leírásban. Szerintem ez egy cool dolog lenne. Így akkor mindig lehetne nézegetni, hogy milyen modok vannak. Ja, igen, látjátok, le van animálva, és kinyílik az ajtó, becsukódik, az mondjuk egy nem rossz dolog. Az igen, jó. Figyeljetek, de viszont egy picit ilyenkor lehalkítom, úgyhogy so sorry, hogy valamit halljatok a keepernek a mondandójából. Elférünk. Figyeljetek, lemegyünk a területünkre, a mi területünkre, aztán akkor onnan, hol az villámvágjában vagyunk, aztán akkor így, hogy valamit kellene valamit dolgozni. Jó, megpróbáljuk, hogy mégis mit tudunk működni. Ugye. Jó, majd oda megyünk, mindenképp aztán leteszteljük, gyerekek. Vagy pedig ennyi erővel akkor vehetnék itt egy földet, nem? Aztán akkor valami lehetne. Térkép nagyítás, hogy hol van, hallod, hol lehet? Termőföldek, hogy lehet földet, aha, így lehet földet venni. Figyeljetek, akkor vegyünk egy nagyon közel lévő földet, és akkor azon leteszteljük mondjuk ezt a 62-est. Ez ugye elég közel van, kimegyünk balra. Balra, és akkor úgy. Jó, akkor a 62-es lesz a tesztföldünk ezután. Nekik hangja az van a kicsikérek. Meg ugrik, mint a hortilova. Kíváncsi vagyok, hogy fog működni a területen. Én egy tempomat 14. Aztán megvizsgáljuk a fizikát. Egyébként nem csúnya. Nem csúnya. Mármint értem én, hogy valamilyen szinten mondhatni csúnyának mondhatjuk. De lehet, hogy értitek, hogy mire gondolok, hogy nem annyira durván csúnya. Hogy egész jól illeszkedik az egészbe. Kíváncsi vagyok, hogy fog működni a fizikája. Jó, mert itt ki tudunk egyből menni a földre, ahogy látom. Jó lesz, jó lesz. Itt jobbra is elvileg a föld az utca végébe lesz. Azért ezen a mapon próbáljuk ki, mert a másik mapon sajnos nekem most izé van. Nagyon tél van a másik mentésembe. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezen a napon próbálgatjuk a járműveket. De írjátok meg egyébként, hogy legyen. Nyilván fogunk majd... Maga a játék, ugye engine is sokat dob az egészen, várjál már. Ajjaj. Őhe. És ezen a földön ki fogjuk tudni próbálni. Vagy mégis hogyan working. Egyébként egész kis kellemes gép szerintem. Jó, oké, valószínűleg a modder tényleg annyit csinált, hogy ez egy régebbi FS-ből a modellt átültette ide, ugye a modot. Ez viszi mind a rongyot, öcsém. Izét kellett volna, lehet, hogy szántani kellett volna, azt kellett volna kipróbálni. Jó, kellemes ez. Szép, jó. Amúgy annyira nem csúnya szerintem a mod. Tök ilyen élhető. Én örülök az ilyen kis autentikus modoknak. Az a furcsa, hogy nem halkul el a traktor belül. Ugye valószínűleg, hogy itt még a hangszigetelés annyira nem volt megoldva. És ennek köszönhetően... Ennek köszönhetően ez így működik ezen a gépen. Jó, szépen kilátni. Normálisan. Ez az. Én élem, gyerekek. Kíváncsi vagyok, hogy koszolódik ez a traktor. Ugye ez is fog ugyanúgy koszolódni, ugyanúgy fog működni a koszolódás, mint például a másik gépeken? Úgyhogy ezt lehet, hogy megpróbáljuk. Tudjátok mit? Nyomunk neki egy gépi segítőt. Jó,
Várjál, álljál meg! Vé? Nem tudok neki gépi segítőt nyomni, komolyan. Hajá! Nem tudok neki gépi segítőt nyomni. De miért nem tudok neki gépi segítőt nyomni, gyerekek? Hiába nyomom hosszan a hát, meg nincsenek is ott a választási lehetőségek. És nem tudok G-vel, konkrétan nem tudok átváltani a járművünkre. Úgyhogy ez érdekes, ez nagyon érdekes. Hogy ez a mód nem tudja a gépi segítőt, mondjuk ez eléggé hátrány. Hát nem tudom, srácok. Én próbálok eléggé empatikusan hozzáállni ehhez a modhoz. Nyilván nem tökéletes, de viszont ez az első. És az elsőt azt nagyon szeretjük. Az elsőre mindig emlékszünk. Úgyhogy erre emlékezni fogunk, hogy a Zetor Crystal volt az első mod Farming Simulator 25-höz. Valamitől félek, hogy ez be... Aha, jaj, oké. Okay. Arra voltam kíváncsi, hogy besüpped-e szépen. Hát ez ugye nem a modnak köszönhető, hanem magának a fizikának. Mindjárt kihozzuk az Urzust, megnézzük őt is. Jó, srácok. Úgyhogy most egy elmésváltás. Gyerekek. Viszont megmutatom, hogy hol éritek el a Crystal, mert a Crystal nem a traktorok között van, és az összes mod letöltő oldalon mindenki sír, hogy nem működik. Az egyéb kategóriában lesz, jó? Ez az Ettől Crystal az egyéb kategóriában van. Az Urzus az meg a kis traktoroknál, jó? Egyébként nem találtam olyan opciót, hogy át tudjak váltani, csak kizárólag, hogy a modokat mutassa. Hogyha esetleg valaki tudja, hogy kell, akkor az légy szíves írja meg, mert ez így eléggé rossz, úgy gondolom. Jó, akkor jön az Urzus, és az Urzusból veszek egy izét is, egy cabrio verziót. Itt is ugye lehet homlokcsatolót egyébként rakni, úgyhogy tudsz az Urzusra is rakni. Ez egy kicsit szebb ez a mod, én úgy látom. Viszont ugye itt nem texturált, hanem konkrétan színe van ennek a járműnek. Úgyhogy vásárolunk egy ilyet. Mert ez nagy kedvencünk, ugye? Tudjátok, hogy honnan? Farming Simulator 15 sorozatba toljuk vele ezerre. És akkor hát ez is érdekes, hogy nézd meg, hogy át tudsz menni rajt. Hát igen. Aha. Na jó. Hát ez elég nehezen indul. Állítunk egy tempomat. Így, oké. Jó, ez az működik, fordulatszám, az működik. Ez is konkrétan, nekem nagyon, engem nagyon emlékeztet ez a textúrázottság ott lent. A Farming Simulator 15-ös Urzusra, amit használunk konkrétan a sorozatunkban. Na, csapjuk neki, gyerekek. Hát ez nagyon, nagyon az. Appám! Ki vagyunk húzva rajt, mint az állat. Biztos a nagy verecél csapja csapinket. Jó van. Egyébként az az érdekes, hogy ez nyitott. És mégis elhalkul a motorzaj. Tehát olyan, mintha ilyen kabinban lennénk. Hát jó van. Egyen fene. Mindjárt kipróbáljuk. Megpróbáljuk azzal a... Jöjjön a modat. Megpróbáljuk azzal a kultivátorral, nyilván egy kicsit nehéz neki, hogyha viszi mind a... Nem mondom, hogy mi micsodát, akkor nem leszek boldog. Viszont itt jó, hamar el tudjuk érni ezt a szántóföldet, és ki tudjuk próbálni a modokat. Lehet, hogy legközelebb ki fogom őket hozni már előre. Nyugodtan írjatok ötleteket, hogy csináljuk ezeket a tesztelő videókat. Egyébként ezt a földet is megvettem volna, és itt is lehetett volna tesztelni. Valószínűleg, hogy egy ilyen mod test sorozat lesz, és mindig az aktuális, minden nap nézünk modokat. Minden nap én nézem egyébként, hogyha jön új mod, akkor kipróbáljuk. Egyébként ti is küldhettek nyugodtan, hogy mi az, amit szeretnétek látni, hogyha találtok olyan modot, ami úgy gondoljátok, hogy számotokra érdekes lehet. Na, nézzük, hogy mi lesz, várjál. Oké. Okay. Érdekes, hogy úgy ugrik ki a gépből, ugye. Aha. Ennek érdekes, hogy az animációja megvan akkor, hogyha belső nézetben vagy. Ugye nem készültek fel arra, hogy külső nézetben is tolni fogod.
Jó, egyébként, hát ja, nézd meg, ez is, nem tudom, ezek ilyen nagyon kezdetleges, ezek a módok. Lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy a legvégén csinálunk egy pontozást, és megírjátok, hogy mennyire értetek egyet velem, vagy mennyire nem. Jó? Ezt is megnézem, hogy mennyire tapossa a földet a kerék. Aha. Ez kevésbé, mert szerintem ez egy jóval könnyebb traktor, de majd mindjárt kiderül, hogy mit fog ezzel művelni. Érdekes, hogy itt se látok. Itt se látok. Nem tudok váltani G-vel ezt a traktorra, és konkrétan nem tudok gépi munkást indítani. Ez nem baráti. De jó, ez elég szépen megfogja. Úgyhogy az viszont autentikus benne. Hát ez valószínűleg egy emelkedő, meg nem is tudná nagyon felhúzni. Hát gyerekek, nem tudom. Nagyon bánom, hogy nem lehet őket gépi munkással használni. Hát ez nagyon lekotlott. Na mi van? Menjünk már, haladjunk. Viszont amúgy nem néz ki rosszul, ott az a kristályt megnézitek. Olyan kis kellemes. Mindjárt vegyük vele egy kört. Azért is jó lett volna, hogyha... Nem tudom, hogy a koszolódás az mire van nekem állítva, mindjárt ránézek, jó gyerekek? Hogy koszolódjon gyorsan. Próbáljuk meg, nem tudom, hogy játékbeállítás, évszak, napok száma, fix. Növénytelmes, jármű, föld, normál, a föld ez mi? Bepiszkolódik, na ez legyen, ezt fölrakjuk egy nagyon egy gyorsra, jó? Ki az, aki kikapcsolja be ezzel? Az egyik legjobb dolog. Egyébként az nekem nagyon meglepő, hogy kilépsz így a menübe, és hogyha nem átlátszóra állítod, akkor is megy tovább a játék, láttad? Konkrétan a háttérbe ment tovább a játék, azért itt bejöttünk ide, de hát az annyira nem probléma. Megpróbálunk egy normál, szép megfordulást. Jó, nem érzem őket csütesnek, szerintem tök jól meg vannak csinálva. Maguk a... Öcsém, hallod? Van szenvedés, Áb. Jó, menjünk velük még egy kört. Azt megnézzük, hogy koszosodnak. Arra kíváncsi vagyok, hogy ezeknek a... kerekeibe is be fog-e rakódni a kosz például. Meg hogy fog berakódni? Hát elől ugye egy teljesen más mintázatú gumi van ezen a traktoron, mivel hát ez egy hátsó kerék meghajtású. Ugye általában az első, ha csak kizárólag hátsó kerék meghajtású traktorod van, akkor a belső hajtáson akkor hosszanti barázdált gumi szokott lenni, hogy ugye inkább megvezesse a kereket oldal irányba, ne csusszom meg, ugye az a lényege. Azért van mindig hosszanti barázdált a kerekeken, még már ugye a fémkerekű traktorokon is, mondjuk a Hofferen is, úgy volt megcsinálva, hogy egy hosszanti barázda volt, ami segített ugye vezetni a kereket egyenesen, vagy hogyha éppen kanyarodott, akkor pedig görbén. Próbálok edukációt is belevinni, hát néha több-kevesebb sikerrel, bocsánat érte. Mindjárt megyünk még egy kört, azt kiderül, hogy hogyan koszosodunk, hogy egyáltalán koszosodunk-e. Megkoszosodik-e a nyaka a hűrdárnak? Hát lehet, hogy nem egyébként, én nagyon félek tőle. Ugye leginkább esőbe lehetne ezt kipróbálni, de most nem akarok annyira pörgetni az időbe, hogy lehet, hogy pörgessük? Mit szóltok? Nyomjunk egy pörget, és ezt nézzétek, ezt a pörgetést. 9600-szoros. Ez mi volt bele ez a sipolás, hallod? Hallottátok? Mindjárt esik az eső egyébként, úgyhogy jó lesz. Mindjárt. Fölhős az idő. Egy esőt azért kifoghatnánk, de vagy biztos vagyok benne, hogy nem fogunk. Annyira vagyok szerencsétlen. Ott is csak fel, és figyeljetek, nem fog esni az eső 3 évig. Hogy ismerem magam. Na
november elvileg esőt ír. Aha, esik is, jó van. Meg el is fogyant közben itt a dolog. Na mindjárt ezt leakasztom, ezt az eszközt. És akkor kicsit duhajkodunk a sárba. Most éppen elvileg esik. Valamennyire. Aha, esik. Kicsit megrugatjuk a vördát, csapjuk neki, sáros legyen. Gyerekek, novemberig kellett várnom az esőre. Ó, de viszont mennyire jó volt a kitaposott odalé. Menj a francba! Viszont az első kerék is ugye fenyőmintás nyomot, hogy az egy kicsit érdekes. Szerintem jól néz ki, na mindjárt megnézzük, hogy mennyire lett sáros, meg mennyire nem. A gyerekek. Hát szerintem konkrétan semennyire. Úgyhogy még egy negatív vagy rossz pont. Na mindjárt megpróbáljuk a kristált is egy kicsit belevisszük a sárba. Igen, animáció, tudom, animációnk van, jó, hát mindjárt bele, ó, de jó lesz. El az. Ú, ahogy megy a felhő. Azt a betyár fölöttünk, láttátok? Csapjuk neki. Azért ez jó, ez jó. Azért az tetszetős. Csak hát az a baj, gyerekek, hogy van egy olyan sandagyarú, hogy ezek nem sárosodnak, ezek nem koszolódnak, ezek a járművek. Ugye kimegyünk innen. Megnézzük. Ugye ennek gyárilag van ilyen, olyan textúrája, mint hogyha koszos lenne. Nem rakódik bele a kerekekbe a sár. Jó, na srácok, akkor a legelső modokat. Ez meg ilyen spionszeles, vagy nem is tudom. De lopakodó. Jó, oké, nem üljés kerek. Akkor konklúzió. Első modok, első érdekes modok. Amik ugye kikerültek a Farming Simulator 25-höz. Én azt mondom egyébként, hogy ezek az elsők. Én örülök neki ennek is, hogy elkezdődött ez a folyamat. Sajnos nem igazán jók. A fizikájuk, azt mondom, hogy jó. Azt jónak mondható, szerintem egyáltalán nem csitesek, kellemesek. A hangjuk azok elég... Na, fizikára adok szerintem egy ilyen 8-asat, 7-eset. Fizika 7-es. A grafika szerintem egy 3-as, 4-es. Nem tetszenek, sajnos. Igen, autentikusnak mondhatok meg minden, de egy olyan millióbe esetleg elviselhető, ahol direkt ilyen TS környezetben játszunk, ahol minden le van pukkalma, oda tök használható lehet ennek. Egyébként ez egy 1.0-as verzió, tehát ezt még fejleszteni fogja, gondolom, a modern, remélhetőleg. Az Ursus is 1.0-as verzió, szóval ez a legelső. Hát igen, mondjuk a fizika, itt azért vannak problémák a fizikával. Nem igazán nyerte el a tetszésemet, viszont örüljünk neki, hogy most már elkezdődött egy folyamat. Hogyha gondoljátok, akkor csinálok egy ilyen tesztelős sorozatot. Kicsit összeszedettebben esetleg. És kicsit jobban meghatározzuk, hogy mik legyenek a kritériumok akkor, amikor pontozzuk őket, a modokat. És leírhatjátok esetleg, hogy milyen tesztek elé vessük ezeket a járműveket. És akkor esetleg csinálok egy tesztpályát, ahol ki tudjuk őket próbálni, és gyakorlatilag minden együtt így össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik mennyire jó, mennyire szép, mennyire érdekes, mennyire használható, és mennyire reális.
Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem azért tetszett ez az első rész, az első Farming Simulator 25 mod test, és várlak benneteket a következővel, hogyha esetleg láttok modokat, akkor megküldjétek ezerrel. Jók legyetek, sziasztok!